Továbbra is napirenden a veszélyes anyagok közúti szállításának tiltására tettek javaslatot a megyei közgyűlésen. Testvérmegyei megállapodás a közös gazdasági, társadalmi és politikai jövőt jelentheti az együttműködés. Népszerű és hatékony, egyre többen választják az e-learning módszert a KRESZ tanulás során. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés területfejlesztési bizottsága fogja tovább vizsgálni annak lehetőségét, miként lehet javaslatot tenni a veszélyes anyagok közúti szállításának tiltására. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A testület szeptemberben hívta fel a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának figyelmét az idén nyáron Tuzsér mellett történt balesetre, amikor egy etilén-oxidot szállító kamion felborult. EU-s irányelv teszi lehetővé a tagországok területén a veszélyes anyagok közúton való szállítását, de ezt kockázatosnak vélte több képviselő is. A közgyűlés elfogadta a megyei önkormányzati hivatal projektmenedzsmenti tevékenységéről szóló tájékoztatót. Az Európai Uniós támogatások hatékony felhasználása érdekében jól előkészített és koordinált projektekre van szükség. Kiemelkedő munkát végez az uniós pályázati programokban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat hivatala, hangzott el a csütörtöki közgyűlésen. A hivatal szakemberei 50-60 projektben vesznek részt, ezek között nemzetközi határmenti programok is vannak. A projekt menedzsmenttel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez a hivatalban elegendő a humán erőforrás. Jelentősen bővült a megyei önkormányzat hivatalának a létszáma az elmúlt időszakban. 20-ról 50 főre bővült a hivatali létszám. Ezt nyilvánvalóan az indokolta, hogy határmenti programokban veszünk részt, fogunk részt venni, sikeres pályázati programok előtt állunk remélhetőleg, illetve a topos pályázatokban is több mint 50, majd 60 programnak a projektmenedzsment szervezeti feladatait a megyei önkormányzati hivatal látja el. Ezen túlmenően a megyei fejlesztési ügynökség, a Kölcsei Televízió is vesz részt ilyen programokban, amelyek a határmenti együttműködést szolgálják, az emberek közötti véleménycserét, akár a Kölcsei Televízióra gondolok, kulturális kapcsolatok erősítését. Ezeknek nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen hivatali létszámmal megerősítve ennek a társadalmi elvárásnak meg tudjunk felelni. 2017. július 23-án Tuzsér és Komoró között egy veszélyes anyagot szállító kamion felborult. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a szállított veszélyes anyag nem került a levegőbe. A katasztrófavédelem viszont nincs felkészülve az ilyen esetekre, ezt emelte ki ismételten Ferkovics Tibor jobbikos képviselő felszólalásában, aki nem volt elégedett a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főigazgatóságának a testülethez eljutatott levelével, amely szerint egy uniós jogharmonizációs követelmény miatt nem lehet itthon tiltani a veszélyes anyagok közúton történő szállítását. Tulajdonképpen a főtanácsos úr tisztán és érthetően leírja ebben a levélben, hogy továbbra sem rendelkezünk egy ilyen rendkívüli baleset bekövetkezésénél megfelelő védelmi eszközökkel, illetve a megfelelő szakembergárdával, és ezt továbbra sem tartom elfogadhatónak, illetve ameddig nem tudunk felkészülni egy ilyen rendkívül eseményre, én továbbra is az a véleményem, hogy tiltsuk be ezen veszélyes anyagok szállítását közúton. Nem kezdődött el az útépítés, és 2017-ben már nem újulhat meg a Nyírbátort az M3-assal összekötő 4105-ös út. Szólalt fel napirendek előtt Veres János, szocialista képviselő, csúszik a nagy kamionforgalommal terhelt útszakasz kivitelezése. Ez a munka most sem kerül elvégzésre, pedig még egyszer mondom, hogy ez külföldi cégeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, ez egy megígért program volt, amit régen végig kellett volna hajtani, és ráadásul rendkívül balesetveszélyes. A múlt héten is súlyos baleset történt ezen az útszakaszon, azért, mert rossz az út minőség egyszerűen. Nagyon sajnálom, hogy sok év hadakozás után, noha elismerték, hogy föl kéne gyújtsák, mégse kezdik meg a felújítást 2017-ben. Az említett 11 kilométeres útszakasz toppos keretből megépülhet, erre már megvan a forrás. A toppos fejlesztések keretéből tudomásom szerint már a közbeszerzésnek is vége van. Az M3-as Nyírbátor összekötő útnak a felújítása és rekonstrukciója, ami tudomásom szerint milliárdos nagyságrendű beruházás lesz. Azt gondolom, hogy éppen ideje felújítani ezt az utat, hiszen az ipari parkban elhelyezkedő
üzemek, nagyon sok nyíregyházi munkatársat tudhatnak maguknak, akik kijárnak autópályán, és nekik ugye nélkülözhetetlen ennek az útnak a felújítása. A közgyűlés képviselői részt vettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a romániai Szatmár megyei tanács közötti testvérmegyei megállapodás ünnepélyes aláírásán, amely a két megye gazdasági, társadalmi, nemzetközösségi kapcsolatát mélyíti el. A közös gazdasági, társadalmi és politikai jövőt is jelenti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a Szatmár megyei tanács ünnepélyesen is aláírt testvérmegyei megállapodása. A két megye között több mint 30 sikeres határon átnyúló projekt, számos intézményi együttműködés, kulturális és turisztikai program valósult meg az elmúlt 25 évben. A testvérmegyei megállapodást a román külügyminisztérium is jóváhagyta. A két megyében élő mintegy 1 millió embert köti össze ez a testvérmegyei megállapodás, mondta Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanács elnöke, aki hozzátette, a két megye 25 éve, hogy szorosabbra fűzte kapcsolatát. Megtanultak egymás fejlődése érdekében együtt gondolkodni, együtt tervezni, és számos már az előző ciklusban is elérhető pályázatokon sikeres, a lakosság számára hasznos fejlesztéseket valósítottak meg. A mostani megállapodás keretet ad a benyújtott és az előkészületben lévő határmenti projekteknek is, segítve a két megye további gazdasági és társadalmi haladását. Remélem, hogy erősíti a lobby tevékenységünket, például olyan irányba, aminek óriási hatása lenne a keleti határrész számára, ha innen nézem, a nyugatira, ha tőlünk nézzük, határátkelők állandósításában, új határátkelők megnyitásában, esetleges schengeni csatlakozása után Romániának új utak megépítésében, mert nem akarok rengeteg példát felhozni, de például a Csengeróvári az a Csengeri térségnek teljesen más dimenziókat adna. Illetve ne felejtsük el azt, hogy miniszterelnök úr, amikor Szatmárban járt, ez jelentsen Szatmárnémet itt vagy Csengert, akkor ugye azt mondta, hogy a 49-es helyett egy gyorsforgalmi út fog lejönni a határa, és itt nem csak az anyaországi résznek jelent ez óriási fejlődési lehetőséget, hanem a számukra is, akik a határ túloldalán maradtunk. A határok átjárhatóságán is könnyíteni kell, hangzott el. 3 út már elkészült, és további határátkelőkre is szükség lenne. A két megye közötti mobilitás a gazdasági fejlődés egyik feltétele. Sesták Oszkár elmondta, a testvérmegyei megállapodást Szatmár megyében a román többség is megszavazta. Úgy gondolja, ez a hivatalos kapocs a két nép közötti közeledést is elősegíti. A hivatalos dokumentumot a román külügyminisztérium is jóváhagyta, ezzel a legmagasabb szinten ismerte el Románia. Ezzel egy magasabb szintre emelkedett az eddigi együttműködésünk és megállapodás rendszerünk. Ez Romániában jelent újat, illetve fontosat. Náluk van egy ilyen hierarchiája az együttműködési megállapodásoknak, és az jelenti a legmagasabb hierarchiát, hogy a román külügyminisztérium is erre áldását adta. Ez megtörtént, és ezután került sor erre a testvérmegyei megállapodásra. Nálunk Magyarországon nincs ilyenre szükség, de a román jogrendben ez egy különleges státuszt jelent. Ez feljogosít bennünket arra, hogy azt mondjam, hogy a testvérmegyei megállapodás próbálja az ottani magyar közösség sorsa, a Szatmár megyei magyar közösség sorsa, anyanyelvi jogainak védelme. Én bízom benne, hogy erre a megállapodásra támaszkodva megfelelően tudunk argumentálni az ottani magyar közösség védelme érdekében is. A szomszédos Szatmár megyében a fiatalok helyben megtartása a térség jövője szempontjából elengedhetetlen. A Szatmár Hazavár programban a magasan képzett fiatalok helyben foglalkoztatását és lakhatását is segítik, mondta el televíziónknak Pataki Csaba. Nem csak népszerűbb, eredményesebb is az online kereszt tanulás, derül ki az e-edukáció felméréséből. A hagyományos tantermi oktatáshoz képest az internetes tanulók száma évről évre nő, 2017-ben már a 110 ezret is meghaladta. Az e-learninget 2012 óta vehetik igénybe a jogosítványt szerzők. A körülöttünk lévő felgyorsult világban számtalan előnye van az e-learning, azaz az online kereszt tanfolyamoknak. Ilyen például rugalmas időbeosztás, és nincs létszámhoz kötve a tanfolyam indulása sem.
bárhol és bármikor elérhető, ahol van számítógép és internet kapcsolat. A tantermi oktatáshoz hasonlóan az internetes képzés is modulárisan épül fel. A KRESZ vizsgára való jelentkezéshez a tananyagok összes fejezetét és a hozzájuk kapcsolódó vizsgákat teljesíteni kell. Az online tanfolyam végén a tanuló képzési igazolást kap, amellyel elméleti vizsgára jelentkezhet. Az e-learning, mint sokan tudják, ez egy online oktatás, aminek az lesz az a lényege, hogy gyakorlatilag ahol egy számítógép kell hozzá és egy internet, és ez a kettő, hogyha a rendelkezésünkre áll, gyakorlatilag tanfolyam mentesen lehet elvégezni a tananyagot. Ez minden kategóriában létezik, tehát ugye a mopedtől, mint az autóbuszig. Mint tudjuk, minden kategóriának megvan a sajátossága, van, ahol nem csak egy tananyagból kell vizsgázni, hanem háromféléből, például a kombinált kategóriáknál, nagy testületnél, ahol nem csak RESZ, hanem szerkezet és munkavédelem is van, de mindent el lehet végezni odahaza, nem kell tanfolyamra járnia. 2017-ben az online KRESZ tanfolyamokat használók száma meghaladta a 110 ezret. A becslések szerint ez azt jelenti, hogy a tantermi tanulók 40%-a használja az internetes felkészülési formát a KRESZ vizsgára. Az internetes tanulás népszerűsége egyértelműen a fiatalok online térben való otthonos mozgásának köszönhető. Könyvek helyett szívesebben használják a mobiltelefonjaikat és számítógépeiket információk gyűjtésére és tanulására. Mi magunk 2012-ben kezdtük el ezt a képzési formát alkalmazni, és ma ott tartunk, hogy minden második jogosítvány szerző már tulajdonképpen ezt a korszerű képzési formát választja. Ez idén eddig azt jelenti, hogy több mint 70 ezeren jelentkeztek a különböző képzési kategóriákban erre a képzési formára. Ezek közül több mint 50 ezeren voltak a B-kategóriás tanulók, tehát azok, akik személygépkocsi vezetésére szeretnének jogosítványt szerezni. A közlekedési hatóság statisztikája szerint a 2017-es év első 8 hónapjának vizsgaeredményei alapján a B-kategóriás tanulók esetében, akik tantermi oktatásban részesülnek, 55%-os, akik pedig e-learning képzési formában tanulnak, azok 72%-os sikerességgel vizsgáznak. Havi 30 ezer forintot is megkereshetnek a hiányszakmát tanuló középiskolás diákok. Az eduline.hu bejegyzése alapján a fiatalok egyre inkább a szakképzést választják a gimnáziumok helyett, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy-egy szakma mit akar. Egy ibrányi gépi forgácsoló cég ezért szervez nyílt napokat a végzős általános iskolásoknak. Gyárlátogatáson vettek részt a végzős általános iskolások ennél az ibrányi gépi forgácsoló cégnél. A továbbtanulás előtt álló diákok sokszor nehezen döntenek, ha pályaválasztásukról van szó. Ezért is gondolta a cég vezetése, hogy testközelben mutatják be a különböző szakmákat a tanulóknak. Itt Ibrányban a gyártás mellett fémipari szakmában tanulókat oktatnak, így gépi forgácsoló, ipari gépész, szerszámkészítő, finom mechanikai műszerész és hegesztő diákok teljesíthetik gyakorlati óráikat. A tanműhely célja, hogy utánpótlás neveljen a felsorolt hiány szakmáknak. Két hetet csináljuk a szakmaválasztó kirándulást ezeknek a gyerekeknek, eddig 9 iskola fordult meg nálunk, közel 200 gyerekkel, és még a jövő héten várunk 3 általános iskolát, körülbelül 60 gyerekkel. Az általános iskolásoknak a jelenlegi középiskolás diákok mutatták be a szakmát. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós szakgimnáziuma és az Incédi György szakgimnáziumának duális képzésében tanulói dolgoznak itt, összesen 42-en. Az általános iskolások sokszor nem tudják egy-egy szakma mit akar, többek között ezért is pozitív kezdeményezés a gyárlátogatás. Egyáltalán nem nagyon ismerik a szakmákat, fogalmuk nincs, hogy milyen szakma, milyen területet fed le, és mit csinálnak az emberek ezen a területen. Most erre próbálunk egy kicsit rávilágítani, hogy valami képet szerezzenek róla, valami benyomást, egy kicsit gyakoroljanak, fúrnak, faragnak egy picit, és mindjárt úgy mennek el, hogy talán tudja, hogy ez a szakma miről áll. Az Ibrányi cég fő profilja a gépi forgácsolás, hazai és külföldi megrendelők részére gyártanak egyedi alkatrészeket. Az itt tanuló középiskolások a gyártást is megismerhetik, sikeres szakmunkás vizsga után pedig akár munkahelyi is válhat egykori gyakorlati helyük. De a hiány szakmában tanuló diákok már középiskolai éveik alatt is részesülnek anyagi juttatásban. A hiány szakmáknak nekem úgy tűnik, hogy a legnagyobb csábereje, hogy ösztöndíjas szakmák. Tehát egy 2,51% kapja 10 ezer forintot, ugye 3,5% már 30 ezer forintot, és ez felmegy 35 ezer forintig. Tehát ez az egyik csáberő. A
A másik pedig az a fajta felismerés a szülőkben, a gyerekekben, hogy ezek a szakemberek eltűntek, és lesz munkahelyük. Tehát biztosabb az elhelyezkedésük. Az Ibrányi cég tervei között szerepel egy új, speciális tanműhely építése, amely tovább segítheti a diákok gyakorlati képzését, illetve a munkaerő hiánypótlását. 25 magyarországi felsőoktatási intézmény több mint 400 hallgatója vehette át immár második alkalommal a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíját. Az elismerést a Nyíregyházi Egyetem 3 hallgatója is megkapta. További 10 hallgató pedig az új nemzeti kiválóság program ösztöndíjban részesült, amelyet Magyarország kormánya alapított. A Nyíregyházi Egyetem 3 hallgatója részesült a 2017-2018-as tanévben MNB kiválósági ösztöndíjban. A Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjának célja, hogy támogassa azokat az alapszakos hallgatókat, akik nem csupán jó tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, de a kötelező oktatási anyagon túlmenően is érdeklődnek a társadalomtudományi és gazdasági témák iránt. A program tavaly indult, idén 25 felsőoktatási intézmény 400 hallgatója részesült az elismerésben. A feltétele leginkább a tanulmányi átlag volt, legnagyobb százalékban, és ugye a múlt év folyamán még különböző kritériumoknak voltunk kitéve, tehát krediteket kellett teljesítenünk, és ezen felül ugye a tanulmányi átlagnak kitűnő színvonalúnak kellett lennie. És ugye közösségi munka is hozzátartozott, és én tagja vagyok a Magyar Közgazdasági Társaságnak, és ezáltal ugye különböző rendezvényeket szervezünk, és az iskolában is különböző tevékenységeket folytatunk. Ez körülbelül most egy olyan 10 főből álló társaság, reméljük, hogy a továbbiakban még fogunk bővülni. Toborzásokat is szoktunk végezni, és ajánlani tudom csak mindenkinek, mert nagyon jó a közösség és a hangulat is, és a rendezvények is. Nem csak a Magyar Nemzeti Bank támogatja a kiváló tanulókat, hanem Magyarország kormánya is. Az általuk alapított új nemzeti kiválóság programban a Nyíregyházi Egyetem idén először vett részt, és a 21 felterjesztett hallgatók közül 10 kapták meg az ösztöndíjat. Ez nem csak a diákok és oktatók számára nagy elismerés, hanem hozzájárul az intézmény sikeréhez is. A Nyíregyházi Egyetemnek az egyik fő feladata az oktatás, a minőségi oktatás, illetve a kutatás is. Ezeket a hallgatóinkat szeretnénk majd indítani az országos tudományos diákköri versenyen, illetve hát ők ugyanúgy bekapcsolódnak az oktatók tudományos munkájába, és ez olyan szempontból segíti az egyetemet, hogy egyre több oktatói és kutatói tudományos tevékenységet folytatunk, de a hallgatókat pedig segíti abban is, hogy később akár egy más területen, kutatási területen is el tudjanak majd helyezkedni. A rektorasszony hozzátette, ezekben a hallgatókban látják azokat is, akik átvehetik majd a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók helyét. A bevándorlók és hozzátartozóik helyett hazánknak a magyar családokat kell támogatni, közölte Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke Fehérgyarmaton. A Nemzeti Konzultációs Fórum legutóbbi Szabolcs megyei állomásán az is elhangzott, Magyarországnak 1 millió illegális bevándorlót kellene beengedni az országba és ezt a folyamatot finanszírozni, vagyis minden ember után 2 éven keresztül 9 millió forintot kellene fizetni, ha pedig ezt nem teljesítjük, 78 millió forintos büntetés. És szabnak ki hazánkra. Magyarország ezzel nem csak a szuverenitását, hanem az elmúlt években megszerzett szociális javait is elvesztheti, emelte ki a Fidesz alelnöke. Egy egészen más szemléletű politikát követünk, és ennek megvan megvan a maga haszna. Hát ma Magyarországon mindenki kiszámítható jövőt láthat maga előtt, mindenki tudja, hogyha elvégzi a munkát, ha van munkahelye, ha gyermeket vállal, akkor sem kell lemondani a semmiről. Tehát az életében pontosan tudja, hogy mikorra, hova jut el, mindenki képes arra, hogy lépjen egyet előre az idő elmúltával. És mindezt elveszíthetjük egy pillanat alatt, hogyha engedjük a soros tervet, hogyha engedjük azt, hogy itt ne a magyar családok kerüljenek központba, ne a magyar gyermekvállalást támogassuk, hanem ahogy Brüsszel és Soros kéri tőlünk, az illegális bevándorlókat, az illegális bevándorlók gyerekeit, az illegális bevándorló családokat támogassuk.
Négy gólos különbséggel 30-26-ra nyert a Győri Eto KC a kisvárdai Master Good SL női kézilabda csapat ellen szerda este. A kisvárdai vendégek a folyamatos 3 gólos hátrány ellenére sem adták fel a mérkőzést. Idegenbe lépett pályára szerdán a kisvárda Master Good SL női kézilabda csapata. Az NB1-es női csapat eddig idegenben veretlen volt. Szerda este a magyar bajnoki és bajnokok ligája címvédő Győri Eto KC otthonában léptek pályára. Az első kisvárdai gólra 4-jel feleltek a győriek, de a várda csapata 8-3-as győri vezetésnél sem hátrált meg. Az első félidő második negyed órájában a kisvárdaiak 9-7-es eredményig küzdötték fel magukat. Oda-vissza estek a gólok, majd a 25. percben ember hátrányba kerültek a győriek. Amorim kényszerült 2 percre a kispadra védekezésben bemutatott szabálytalanságért. Tartotta 3 gólos előnyét a hazai csapat, Grót átlövéséből is eredményes tudott lenni, rendre érkeztek a válaszok Tricsuk és Milanovic góljaira. Így az NB1-es bajnokin a kisvárdaiak csapata 3 gólos hátránnyal 15-12-es eredménnyel vonult öltözőjébe a félidő szünetében. Úgy gondolom, hogy elégedett lehetek, természetesen gratulálok a győri csapatnak. Nem egyszerű itt Győrben, ebben az arénában játszani. De azt gondolom, hogy a mai napon a csapatom nagyon tisztességesen helytállt, és voltak szakaszok, amikor igenis, talán nem nagyképűen, de föl tudtuk venni a versenyt. Az első fél idő után sem adták fel a kisvárdaiak. 2 győri gólra 2-vel válaszoltak a várdaiak a második fél idő elején. Ekkor már nem tudott zsinórban 3 gólt elérni a Győr, így nem sikerült előnyét növelnie. 7 gól különbség után újra felkapaszkodott a várda. 29-22-es győri vezetés után sem adták fel a lányok a küzdelmet. Grinsbő remek védésekkel segítette a győri védőfal munkáját, fejfej mellett haladtak a csapatok a gólgyártásban. Amorim és Mörk nem hagyta szó nélkül Radojevic és Mitrovic találatait. A győri vezetőedző pályára küldte a fiatalokat is. Varga 7 méteres harcolt ki, Mörk biztos kézzel értékesítette is, ezzel 10 gólnál jártak. A kisvárda 30-24-es állásánál élt utolsó időkérési lehetőségével, és végül sikerült 30-26-ra kozmetikázni az eredményt. A 4 gólos különbség szép teljesítmény, mondhatni felér egy győzelemmel. Minden bizonnyal több éjjel csapat is megelégedne egy ilyen különbségű győzelemmel Győrben. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés területfejlesztési bizottsága fogja tovább vizsgálni annak lehetőségét, miként lehet javaslatot tenni a veszélyes anyagok közúti szállításának tiltására. A testület szeptemberben hívta fel a Belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának figyelmét az idén nyáron Tuzsér mellett történt balesetre, amikor egy etilén-oxidot szállító kamion felborult. EU-s irányelv teszi lehetővé a tagországok területén a veszélyes anyagok közúton való szállítását, de ezt kockázatosnak vélte több képviselő is. A közgyűlés elfogadta a megyei önkormányzati hivatal projektmenedzsmenti tevékenységéről szóló tájékoztatót. Nem csak népszerűbb, eredményesebb is az online kressztanulás, derül ki az e-edukáció felméréséből. A hagyományos tantermi oktatáshoz képest az internetes tanulók száma évről évre nő, 2017-ben már a 110 ezeret is meghaladta. Az e-learninget 2012 óta vehetik igénybe a jogosítványt szerzők. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 16-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! A mai változóan felhős napos idő után holnap borongós időjárás köszönt ránk, és esőre is számítanunk kell. Péntek estig egyre nagyobb nedvesség tartalmú, 1-2 fokkal hidegebb levegő áramlik majd térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, számottevő csapadék nem valószínű. Az északkeleti majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, és reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben már erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több felé kell számítani esőre. A változó irányú szél továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami viszont jó hír, hogy fronthatás nincs a térségünkben. Szombaton eleinte még több helyütt, majd inkább csak délen és keleten eshet az eső, északnyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet. A hét utolsó, illetve a jövő hét első napján a rövidebb napos periódusok mellett szorványosan számíthatunk majd esőre, záporra, sőt, helyenként már akár hózáporra is. Kedden több helyen hullhat csapadék, eső, havas eső, hó egyaránt lehet. Szerdán már a napsütés lesz túlsúlyban, és ekkor már csapadék sem valószínű, viszont egyre csípősebbek lesznek az éjszakák.